alkalomhoz illő zenét választott magának, voltam. Igen, abszolút. Nagyon jó hangulatú kis bevonulást produkált ide. Egyébként csak annyit mondanék Andy Boltonról, hogy Stoke on Trentben született. Ez az álmos könyvek szerint a darts színpadokon nem jelent túl jót az ellenfélnek. Van egy pár tehetség, aki onnan származik, ugyebár. És hát azt el lehet mondani, hogy az amerikai Danny Begg is ugye szintén debütál a világbajnokságon, még nem szerepelt. Ja, viszont a World Series amerikai helyszínén láthattuk őt játszani. Szóval hát igazándiból nem lesz könnyű helyzetben, én azt gondolom, hogy Andy Bolton, bár nyilván őt tartják a meccs esélyesének, valahogy még az amerikai kontinens mindig egy picit sötét lónak számít olyan nagy, de hát azt hiszem, hogy Darren Young, aki ugye állandó résztvevője. De pont ezt akartam mondani, hogy azért okozott az nem kis meglepetést, ő verte ki Van Barneveldet tegnap. Igen, azért bizonyította, hogy nem szabad lebecsülni őket, ráadásul az észak-amerikai selejtezőnek a győztese Begg is, tehát mindenféleképp egy jó játékerőt képviselő dárcosnak számít. Meglátjuk, hogy majd az X-faktor becenévre hallgató Bolton, itt pedig a családja nyilván. Nem semmi, zívószállal inni a sört. Nagyobb a tűt. Én azt akartam mondani, hogy állítólag olcsóbb. Olcsóbb berúgási mód. Olcsóbban lehet berúgni. Igen. Egyáltalán nem meglepő módon ez az első mérkőzésük egymás ellen. Nem találkoztak még. Bolton egyébként elég sokszor megfordul European Tour fordulókon. És hát jelen pillanatban Andy Bolton a világranglista 80. helyén áll. Hát a Pro Tour ranglista az, ami ide kvalifikálta őt, a 14. helyen zárta a Pro Tour ranglistát azok után, hogy kivették a 32 világranglista elsőt. 180! Beköszönt az első a meccsen. Kitörő örömmel fogadja ezt Bolton. A 2016-ban volt Bolton a világbajnokságon, akkor az első körben, akkor még csak 72-en játszottak, Per Laursen ellen tudott nyerni, és utána Gary Andersontól kapott egy 3-0-át. És ez a második VB-je. 99, tehát lemegy 100 alá. Az amerikai, igen, csak fönt van, bár kiszállója van. Ezzel már nem lesz meg. A 65-ös, és akkor most nézzük a 96. Mind a kettő játékos 96-tal kell majd, hogy próbálkozzon. Hát Boltonnak nem sikerült. Sikerül-e vajon Begg isnek? Ráadásul hátsó pályán. Megvan a tripla. A csücsökbe. Dupla 9. És bedobja. Hú, de jó kis leget csinált itt Begg is. Hát az a tripla 20, az nem akármi volt. 15 nyilassal kezdte a mérkőzést Danny Begg is. Parádés kezdés. Hiába dobta azt a 180-ast Bolton, ebben a legben mégsem tudta megnyerni. Ráadásul saját leget. 60-as kezdés. Hatvanas. De
De van itt egy kérdés, hát nem a világbajnoksághoz kapcsolódik, úgyhogy azért válaszoljuk meg, azt gondolom, mert tényleg ez egy érdekes. Hidi András, sziasztok, az lenne a kérdésem, hogy külföldön játszom, mert kint élek. Lehet így is esetlegesen magyar versenyeken indulni, vagy külön magyar klubba is át kell igazolni ahhoz, hogy tudjak otthon is játszani? Hát ha itt a külföldön él és itthon szeretne játszani, akkor az elsőleges szempont, hogy haza kell jönni játszani. És igen, ki kell váltani magyar versenyengedélyt hozzá, hogy valaki tudjon játszani a magyar versenyrendszerben, de itt természetesen a szövetségről beszélek. Nem tudom, milyen versenyeken szeretne játszani. Van úgynevezett szabadidős kártya, amit ki tud váltani, anélkül, hogy klubhoz igazolna, és azzal mondjuk a Magyar Darts Liga versenyein tud játszani, de nem tudom, hogy milyen szintű versenyeken szeretne a kedves kérdező játszani. A Magyar Darts Liga eseményei zömmel hétköznap vannak, ugye, és a Nemzeti Bajnokságnak az eseményei vannak hétvégéken. El kell dönteni, hogy mire szeretne benevezni, de én azt mondom, hogy bármire szeretne itthon, ha itt Magyarországon szeretne versenyrendszerben részt venni, akkor ki kell váltani a versenyengedélyt. Kivétel ez alól az amatőr kupa, vagy az amatőr versenyek, nyilván oda nem szükséges ez. Esély a 2-0-ához. Még van egy. Nincs. Nem dobja be Begis. A Boltland pedig próbálkozhat a százzal, hogy egyenlítsen. Nem sikerült. Nem sikerült. Maradt a 40. Újabb három nyilat kap dupla 20-ra az amerikai. Na, megvan a harmadikkal. 2-0-ra vezet. A bizonyám. És ebben a szetben még biztosan lesz olyan, ugye mivel még három lehet maximum ebben a szetben, még egyszer legalább kezdeni fog Begis. Tehát ha nem is ragaszkodik nyeri nullára, hozzá, igen, azt hiszem. Ez a leg az, amit még egyébként nem fontos, neki nyilván a következő a legfontosabb, de hogyha így kezdett már Bolton, akkor miért ne? És jön is a tripla. 100-as. Az ördögök azok ott hátul. Esküszöm, azt nézem, ami zöldfejű Mikulás, béka Mikulások, vagy nem grincsek, nem tudom, csak tippelek. Nem látom őket, de majd... Greenek, ne green. Nem ő rá. Ez grincs. Ez viszont grincs maszk, ez biztos. De akkor lehet, hogy az... 81. Igen, azért jó lett volna egy 100, mert azzal a kiszállóra lekerült volna Begis. Hú, ez most nem volt túl jó. Bolton számára ez komoly esélyt ad, csak most már kellene valami nagyot dobnia. Jó kezdi triplával. 100-as, 120-ra leviszi. Begisnek 149-e van. Csak 60-nal tudta csökkenteni, de hát azért 89-et meg kellene dobni, amennyiben nem tud kiszállni Bolton. Egy nyíl, dupla 20-ra, megoldja! 2-1. Ha mégis csak kell Begisnek kezdeni, nem tudott brékelni az amerikai. Azért este mindig jobb a hangulat, mint délután, értelemszerűen, és nagyjából az okát is tudjuk. Legmagasabb kiszálló eddig ez a
120-as volt, amit Bolton produkált. 60-as. Az jó, és kell is neki a jó kör. 180! Bár már dobott egy 180-ast, és sikerült elveszíteni akkor azt a leget. Nézzük a folytatást, az is jó. Hú, most nagyon koncentráltan játszik Bolton. 180, kettő egymás után. Hát innen már csak megnyeri ezt a leget. 60-as. És most kiszállhat Bolton. Nincs meg a tripla, de hát most csinált egy nagyon jó kerekítőt, dupla 20, és a következő három nyillal pedig megnyerheti a leget. 60-as. És még mindig, ha esetleg nem sikerül, de már pedig sikerül, 2-2. Döntő kezdet, ez volt a kulcs, hogy azt a kezdés most nem hoztam, most az a kérdés, hogy le tudja újra breakelni Boltont. Most az előző sikere után nem ereszthet le, mint a lufbalom, mert akkor nem ér az egész semmit, vagy nem ért az egész semmit. 100! Látod, a pókok lennénk, így látnánk. Szerencsére 100. Nem vagyunk azok. Hogy néznék ki 8 lábbal? Ez szép volt Begistől, így most minimális előny hátsó pályáról kell a két tripla Boltonnak. 85. Százas. Most kezdődik igazából kiéleződni a szett a leg. 180! Na, már a negyediket dobja nagyon, Bolton, és ez most ez nagyon jó kor jött. Fontos volt, és nagyon jó kor dobott, így van. Nem itt tudja megcsinálni. 96-ra megy le Begis, és 54 Boltontól. Hát nagyon nagy hajrá lenne Bolton részéről, hogyha sikerülne. Meg is van a 14-es. Bedobja! Hát ezt honnan hozta vissza, és honnan nyerte meg ezt a szettet, hihetetlen. Nem véletlen, a kitörő öröm, és még táncikál is a közönségnek. 3-2-re megnyerte, tehát óriásit fordítva Bolton az első szettet. Az amerikai pedig igencsak csalódottan vonul le a színpadról, úgyhogy szünet következik, és aztán jön a folytatás Londonból.